Mi leszel, ha nagy leszel? Hol fogsz tovább tanulni? Nehéz kérdések. Megválaszolásukban ezúttal is segített a középiskolások bőrzéje. Az Újpesti Kulturális Központ már évek óta segíti megválaszolni a továbbtanulás nehéz kérdését a középiskolások bőrzéjén. Rengeteg lehetőség tárul ugyanis a fiatalok elé az általános iskola elvégzése után. Gimnáziumok és szakiskolák, melyekről bővebben az idén 28. alkalommal megrendezett bőrzén tájékozódhattak. Döntésük meghozatalában a bőrze mindhárom napján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó tagintézmény munkatársai is segítettek. Az ifjúsági házban szeptember 25-e és 27-e között 45 fővárosi és Budapest környéki középiskola mutatkozott be, melyek standjainál és az előadásaikon minden fontos információt megkaptak a diákok és a szülők. Az iskolát ugye be lehet mutatni azoknak a diákoknak, akik esetleg nem tudják, hogy hova menjenek, vagy esetleg nem tudják, hogy abból a szakból, amit választanának, milyen iskolák léteznek, ahova tudnának felvételizni. Szóval szerintem fontos megjelenni azért is, hogy ezt így megmutassuk magunkat, hogy mi itt vagyunk, és ezért tudjanak hozzánk jelentkezni ezek a diákok. Akik felvételi előkészítőre is jártak, mondjuk éppen a bőrzének köszönhetően tudták meg, hogy ilyen lehetőség is van, most ott ülnek a 9-ben néhányan a pacsorokban, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy a szülőknek is nagyon hasznos, a gyermekeknek is, főleg akik még ugye nem tudják, hogy milyen irányvonalon menjenek, tájékozódhatnak. A Bethlen Gábor szakgimnázium standja következik. Vigyázat, nagyon klassz képzések közül lehet választani. A látogatók megszavazhatták a bőrze legszebb standját is. Mivel a bőrzéken az összes újpesti középiskola részt vett, az utolsó napon két kategóriában hirdettek győztest. Az összesített verseny mellett a legjobb újpesti iskola standja külön kategóriát kapott. És idén a győztes újpesti iskola a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos faipari szakgimnáziuma. Csak így kihoztuk azokat a munkákat, amik elkészültek, ezáltal tudtuk a standot egy picit színesebbé tenni. Tavaly nem nyertünk, lehet, hogy azért, mert nem voltak itt még ezek a munkák, szóval lehet, hogy ez tette hozzá azt a pluszt, ami kellett. Ezért is szeretünk ilyen helyeken megjelenni, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mit csinálunk, és a gyerekek is tudják, hogy mire számíthatnak, ha hozzánk jönnek. Ez kell az iskolának a jó hírét továbbvinni, mert mégiscsak utána jobb lesz volna, hogy igen, mi is ide ebbe a Kozma Lajos faipari szakgimnáziumba jártunk, és igen, mi is hozzátettünk el az a hírnévhez, ami neki megvan. Míg az összesített kategóriát a Verebélyi László szakgimnáziumi szakközépiskola nyerte, vagyis idén övék lett a legjobb, legötletesebb stand. Iskolánkban villamosipari és elektrotechnikai, rendészeti és informatikai szakágon tanulhatnak a tanulók, és úgy próbáltuk meg a standunkat is berendezni, illetve felépíteni, hogy mind a három ágazatból valamennyire bepillantást nyerhessenek a tanulók, a leendő verebélyes diákok, és különös tekintettel ugye erre most erre a játékfejlesztésre helyeztük a hangsúlyt, ami ugye itt folyamatosan látható is volt, úgyhogy valószínűleg a gyermekek figyelmét ez jobban felkeltette, mint mondjuk egy-egy ilyen szórólap vagy plakát, de tényleg igyekeztünk úgy felépíteni a standot, hogy akár a számítástechnika terén, akár a rendészet terén mindenki bepillantást nyerhessen abba, hogy esetleg ha ezt a pályát választja, akkor mi vár rá. A bőrze véget ért, a továbbtanuló diákok remélhetőleg választ kaptak a legfontosabb kérdéseikre.